Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ebben az új horgolóiskola videóban, majd egy nagyon aranyos fejpántot hoztam nektek, mégpedig egy csavart fejpántot. Tehát ez azt jelenti, hogy itt elől a fejpántban van egy csavart rész. Alapjában véve nagyon egyszerűen elkészíthető, ráadásul ez az a hely, ahol össze van varva. Most akkor megmutatom nektek a fonalat, a tűt és a fejpánt pontos elkészítését. Jó szórakozást a videóhoz! Kezdjünk is hozzá! Ebből a szürke fonalból fogom készíteni a fejpántot, ez csak maradék fonal egy nagyobb gombolyagból, körülbelül 40-50 g lehet, ami elég a fejpánthoz. Itt van a mérőszalagom is, amivel meg tudom mérni, hogy mekkora legyen a fejpánt, és már ide is készítettem a varráshoz a tűmet, illetve természetesen itt van a horgoló tűm is. A fonalhoz 6-os tűt ajánlanak, ezért én is a 6-os tűmet fogom használni. Rendben, akkor már kezdődhet is a horgolás. 12 darab láncszemmel kezdem a munkát, felveszem a fonalat a tűre, és már jöhetnek is a láncszemek. Tehát akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 és 12. Rendben, már meg is van a 12 darab láncszem. Az első három szemet most kihagyom, és a tűtől lévő negyedik szembe horgolok egy rövid pálcát. Közben bontok le egy kevés fonalat. Utána felveszek egy láncszemet, lent kihagyok egy szemet, és az utána lévő szembe megint egy rövid pálcát horgolok. Utána megint felveszek egy láncszemet, lent ismét kihagyok egy szemet, a következő szemben megint egy rövid pálcát horgolok, utána felveszek egy láncszemet, lent kihagyok egy szemet, az utána lévő szembe horgolok egy rövid pálcát, és már most is látszik, hogy két szem van még itt, tehát pont kijönnek a szemek, a rövid pálca után itt felvettem egy láncszemet, és az utolsó szembe is jött egy rövid pálca. Az első sor kész, ekkora lesz a fejpánt magassága, a második sorhoz felveszek két láncem magasítást, és minden további sort is így fogok kezdeni, és utána egy kicsit széthúzom a munkámat, és mindig az így felbukkanó lyukakba öltök le. Ha széthúzzuk, akkor már is látjuk ezeket a leöltési helyeket, ezek a lyukak mindig pontosan a láncszemek alatt láthatóak, tehát a két láncem után leöltök ide, a láncszem alá horgolok egy rövid pálcát, felveszek egy láncszemet, és utána megint rövid pálca, láncszem. Következő lyukba rövid pálca, láncszem. És természetesen bontom le a fonalat is közben, utána megint egy rövid pálcát horgolok ide, köré, utána felveszek egy láncszemet, és a legutolsó rövid pálca ide a sor végére, a hármas láncszem sor köré kerül. Rendben, kész vagyok ezzel a sorral is. Azáltal, hogy egy kicsit mélyebbre öltök le, ezek köré a láncszemek köré jó tömör lesz a minta, és nagyon jó puha is. A következő sort megint két darab láncszemmel kezdem, és megfordítom a munkámat, és már horgolok is visszafelé. Rövid pálca, láncszem. Ide is rövid pálca, láncszem. Itt a következő rövid pálca, láncszem. Egyébként a tűvel nagyon könnyen ki lehet tapintani a leöltési helyeket, rögtön belecsúszik a tű. Rendben, itt egy láncszem volt, és ide kerül az utolsó rövid pálca. Két láncszem magasítás, megfordítjuk a munkánkat, és már horgolunk is visszafelé. Most ezt addig horgolom, ameddig el nem érem a fejpánt kívánt hosszát, nálam körülbelül 50 cm hosszú lesz a fejpánt, talán egy kicsit hosszabb, tehát olyan 53 cm körül, de most még horgolok jó pár sort, utána pedig jelentkezem. És mindig két láncszemmel kezdem az új sort. Itt is. Nos, kis idő után elértem azt a hosszt, amit szerettem volna, most pedig lezárom a sort, ide még kell egy láncszem, illetve egy rövid pálca a sor végére.
Rendben, itt láthatjátok egyébként a maradék fonalamat, annak ellenére, hogy maradék fonallal dolgoztam, még mindig maradt fonalam. Most itt hagyok még egy jó nagy darab fonalat, ez a szokásosnál egy kicsit több, mert még ezzel szeretném összevarni a fejpánt két végét, tehát egy olyan 30-40 cm, az mindenképpen kell. Itt levágom a fonalat, és most már teljesen kihúzhatjuk. Hogyha ez megvan, akkor egy kicsit meghúzom, most pedig befűzöm a fonalat a varrótűnbe. És utána megcsavarva varrom össze a fejpánt két végét, mindjárt látni fogjátok, hogy hogy értem, de alapjában véve nagyon egyszerű a dolog. Megfogjátok a fejpánt két végét, egymásra teszitek úgy, hogy csak félig fedjék egymást, tehát látjátok, hogy mind a két végének a fele kilátszik, így csúsztatva vannak egymáson. Megfogom itt a jobb oldali végét, és ezt a részt itt hátrahajtom. Ezután a baloldali végét is megfogom, azt viszont előre hajtom be. Tehát most ilyen S formában fekszenek egymáson a rétegek, vagyis a fejpánt végei. Most pedig fogom a tűt, és egyszerűen leöltök minden egyes rétegbe, és így varrom össze őket. Szépen sorban, mindenhova leöltök. Néhány egyszerű öltéssel összevarrom. Hip-hop megvan. Oda-vissza megyek a tűvel. És itt is még egyszer leöltök. És még átöltök a túlsó oldalra. És most nagyon praktikus, hogy pont itt van mind a két fonal vég, így össze tudom görcsölni ezt a kettőt. De ha szeretnénk, végig varhatjuk még egyszer, de azt is csinálhatjuk, hogy mind a két fonal véget ugyanazon az oldalon varjuk el. Szerintem nagyon praktikus, hogy ezt a két szálat most itt össze tudjuk csomózni, ez így jobban stabilizálja majd. Szépen meghúzom, utána pedig elvágom a fonalat, és ahogy mondtam is, ezt a két fonalvéget még elvarrom majd, és hogyha most kifordítjuk a fejpántot, akkor itt láthatjátok, hogy hogy néz ki a fejpántunk. Hátul csak a fejpánt mintája, látható elől pedig ez a csavart rész. Nagyon érdekesen néz ki, nagyon klassz kinézete van, ráadásul nagyon egyszerű elkészíteni. Egy pár öltés, és már össze is van varva, és mégis egy nagyon szép fejpántot kaptunk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a horgolási útmutató és a videó, ha tetszett, akkor kattintsatok a tetszik gombra, iratkozzatok fel a csatornámra, és kattintsatok a kis csengőre is. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan újra jelentkezem. Sziasztok!